A Szerencsi Rákóczi Várkert polgármesteri hivatali bejáratánál gyülekeztek azok a gyerekek, akik szerettek volna részt venni a gyermeknapi futóversenyen. Első alkalommal szervezték meg a Mozdulj Szerencs aktív tagjai, ezzel a programmal is népszerűsítve a sportolást. Egy gyors regisztráció után 10 órakor Szabó Miklós testnevelő tanár vezetésével melegítettek be a gyerekek. A megmérettetésre 64-en neveztek, akik becsülettel lefutották a különböző hosszúságú távokat. Az óvodásoknak egy kört, az alsó tagozatosoknak kettőt, míg a felsősöknek 3 kört kellett lefutni a Várkert körül kijelölt pályán. Minden résztvevő ajándékot és emléklapot kapott a megtett teljesítményéért. A Rákóczi vár udvarán volt csokiszökő, kút, kürtős kalács, jégkása várta a kicsiket, akik szívesen kóstolták meg a retro finomságokat. Hajfonással, nemezeléssel, ugráló várral, akadálypályával, jótékonysági plüssvásárral készültek a kicsiknek a vár belső udvarán. Végre sikerült egy nagyobb rendezvényt elkezdeni. Reméljük, hogy be is tudjuk fejezni még az eső megérkezése előtt. Ugye ma van gyereknap, és mi nagyon szerettünk volna gyereknapot rendezni. Tehát láttuk a szülőkön, felnőtteken is, de a gyerekeken is, hogy annyira vágynak arra, hogy legyen valami mozgás, kijövetel, egy kis pesgés, ahogy a huligánsz mondja, hogy legyen valami pesgés, legyen valami mozgás. És hát szerencsére az idő most kedvező, úgyhogy ma reggel megkezdtük a gyereknapi programot. Reggel egy futóversenyt hirdettünk, itt a Várkertet kellett körbe kerülni. Hát el vagyunk képedve, annyian sokan, majdnem 70-en jelentkeztek, óvodások, illetve általános iskolások, éppen most zajlott le ennek ugye az eredmény hirdetése. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, egy felajánlásnak köszönhetően, több felajánlásnak köszönhetően minden gyerek édességcsomagot, vagy csokoládét, vagy egy plusz ajándékot kapott, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, hogy a helyi vállalkozók, helyi emberek is mellénk álltak ebbe a dologba. Nagyon sok felajánlást kaptunk a megszervezéshez is, tehát anyagi felajánlást is, tárgyi felajánlást is, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy sikerült összehozni ezt a mai napot. A déli bejárattól indult a gumikerekű kisvasút, amelyet bárki ingyen kipróbálhatott. A gyerekek a szülőkkel együtt nézték végig a város nevezetességeit. Itt szeretném megköszönni polgármester úrnak, hogy soron kívül és minden erőfeszítés bedobva elintézte végre, hogy elindulhasson a kisvonat. Ugye hát azt tudni kell, hogy egy kisvonat az nem egy műanyag autó, tehát ez egy forgalomba helyezett jármű, ez egy tömegközlekedési eszköz, tehát ennek ahhoz, hogy ez működni tudjon, ez a megfelelő sofőr, engedély, kötelező biztosítás, tehát itt mindennek meg kell lenni, és szerencsére mostanra sikerült mindent összehozni, úgyhogy ma a mai nap folyamán teljesen ingyenesen innen a várnak a hátsó utcájából indul a kisvonat, megy egy jó nagy kört a városba, úgyhogy mindenki jöjjön és fel lehet rá szállni. Természetesen a járványügyi előírásokat be kell tartani, tehát tömegközlekedési eszközön 6 éves kor felett a maszk használat kötelező. Maga a kisvonatnak a befogadó képességét egy kicsit korlátoztuk, tehát nem teljes telt házzal megy a kisvonat, csak 15 fő szállhat fel egyszerre, de úgy látom, hogy Jól megy a dolog. A rendezvényt a Szerencsi Kulturális Központ és Könyvtár saját forrásból, felajánlásokból valósította meg önkéntesek segítségével. Az enyhítések hatására 500 főig lehet szabadtéri rendezvényeket szervezni, így a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai már a nyári programok előkészítésén dolgoznak.